nyilván attól a pillanattól kezdve, hogy kiúzták a három ellenfelet, mi nekiálltunk összegyűjteni az elemző segítségével a mérkőzéseket, megnéztük több meccsüket, és kialakult egyfajta stratégia, ami mind a három csapat ellen ugye a fejemben van már, de most elsősorban a portugál mérkőzésre készülünk, amiből van már ugye személyes tapasztalatunk is a lengyel torna tekintetében, és ebből próbáljuk összerakni az, ami üdvözítő lehet az első meccsen. Két játékos sérülés miatt nem utazik Tóth Borisz és Hosszú Zétény. Őket két olyan játékos váltja, akik az előtte lévő körben viszont játszottak, tehát akkor azt gondolom, így azért zökkenőmentesebb így pótolni őket. Nem tudom, hogy mennyire lesz zökkenőmentes, mert elég nehéz döntés volt mind a kettőjük esetében. Akik visszajönnek, azok van, aki már több bajnoki meccset is lejátszott, és tudom, hogy 100%-os állapotban van. Van, akinél még vannak finomítások, de azt gondolom, a kezdésre mindenki olyan bevethető állapotban lesz, hogy végig tudja hajtani ezeket a meccseket. Ugye fiatal játékosokról van szó, kell őket egy kicsit a földön tartani, vagy erre nincs szükség, nem olyan mentalitás? Folyamatosan ezzel foglalkozom, hogy mindenkit a földön tartsak, vagy éppen visszahozzak egy bizonyos szintre. Erre én nagyon érzékeny vagyok, hogy nem szeretem, ha a játékos egy-egy siker után ugye nem emelkedik a földtől, és azt gondolom, hogy ebben a korban inkább ezt nehezebb kezelni a sikerességet, mint a sikertelenséget. És napról napra nyilván ezzel foglalkozom, és hol kicsit finomabban, hol kicsit keményebben, de az, ami az érzéseimnek megfelel, azon a szinten próbálom tartani a társaságot, hogy a kellő pillanatban, amikor jön a mérkőzés, akkor azzal az agresszivitással, vagy azzal az önbizalom szinten menjen neki, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy belemenjünk egy olyan mérkőzésbe, ahol azt gondolom, hogy talán egy picit erősebb ellenféllel találkozunk. Most elsősorban a fizikai részt tesszük rendbe, és mellette nyilván a megbeszéléseken szó van a mi játékunkról is, hogy mibe kell még fejlődnünk, mibe adtunk kevesebbet esetleg a selejtezőben, mint amit én elgondoltam, mely játékosok voltak azok, akik még mindig nem a saját szintjükön játszottak. Ebből azért volt 5-6, aki folyamatosan játszott, és abba várom én a minőségi javulást a játékunkba, hogy ez az 5-6 játékos formáját tekintve utolérjön magát, és ezáltal a csapatnak a játék szintje is emelkedni fog. Van konkrét cél kitűzve, a elvárások tekintetében én óvatos lennék, tehát az ifjúsági futball az hű letükröződése a felnőtt futballnak, és ha megnézzük, hogy ezen három ország hol jár, mi hozzánk képest a futballma, akkor azt gondolom, hogy előttünk vannak. Éppen ezért túlzott elvárásokat nem támasztanék, viszont a belső célkitűzéseink az, hogy nyilván tovább akarunk jutni ebből a csoportba, és egy-egy mérkőzésen bárkit meg lehet verni, ehhez igazítjuk azt a fajta mentalitást, azt a fajta játékmodort, amit szeretnénk, hogyha megjelenne ez a pályán, és minden tisztelet mellett, de azért nem abból indulunk ki, hogy ezek az országok előttünk vannak a világranglistán, hanem ezeket az országokat mi meg akarjuk verni, mert nekünk az a célunk, hogy tovább jussunk ebből a csoportból. A realitás majd meglátjuk, hogy ebből mit enged kihozni, de azt gondolom, hogy élveznünk is kell ezt az egészet, hiszen ez az elmúlt tizenvalahány évben nem sokszor fordult elő, hogy magyar válogatott akár U19-es vagy U17-es Európa-bajnokságon részt venjen. Viszont ez kötelez is bennünket arra, hogy ott mindenféle tekintetben mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a magyar csapat eredményes és sikeres legyen.